A horvát Biográd területileg és lakosság számát tekintve is kisebb, mint Székesfehérvár. Az 5000 fős kisváros mégis városunknál jóval élénkebb turizmussal büszkélkedhet. Idén ez idáig 1 millió vendégészakát töltöttek el a településen. Biográd polgármestere azt mondja, a találkozót azért kezdeményezték, hogy a két város közötti kapcsolatot a turizmus területén is szorosabbra fűzzék a jövőben. Közös történelmi múltunk van, szeretnénk a két város között egy közös jövőt is kialakítani. Elsősorban gazdasági kapcsolatok erősítésében és a kulturális turizmus vonalán képzeljük el mindezt. Ehhez kapcsolódóan egyébként már elkezdtük újjáépíteni az ottani koronázó bazilikát, amely a két város között kiépülésre váró turisztikai kapcsolatoknak jó apropója lehet. Az egyik gazdasági központja is Székesfehérvár. Mint Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpakovics András mondja, nem csak a kultúra, hanem a gazdaság területén is gyümölcsöző lehet a két város közti kapcsolat. A horvátországi kisváros a közeljövőben szeretne befektetni a napenergia területén. Fehérváron pedig több napelemek gyártásával foglalkozó vállalat is van, akik meg tudnák valósítani a kivitelezést. Ez lett az együttműködés egyik pillére. Hogy a felek pontosítsák a részleteket, szeptemberben egy újabb találkozóra kerül majd sor. A szeptemberre sor került egy újabb találkozóra, ahol már a gazdasági szereplők egymással le tudnak ülni és el tudnak kezdeni az együttműködés lehetőségeiről beszélni, akkor az már mindenképpen egy konkrétumot jelent. Miután várhatóan 2013-tól Horvátország is csatlakozik az Európai Unióhoz, ennek köszönhetően is rengeteg új lehetőség nyílik majd arra, hogy a két Fehérvár elmélyítse egymás közötti kapcsolatát.